A mai nap a év utolsó napja, egy nyitott napot tartottunk a szülők részére, ahol a gyerekek megmutatták, hogy milyen lovastudást szereztek az elmúlt 3 év alatt. Elég sokan megtanultunk ügetni, sőt van olyan gyerekünk is, aki vágtázni is elég szépen, önállóan, egyedül, szabadon, és telepre is járunk velük, tehát elég jól megy neki a vágta üzemmód is. Az asztalon egy kantárt tettünk ki, kantárszerkezetet, amit a gyerekeknek időre kellett összerakni, és utána szétszedni. És ezt szépen felmértük, hogy ki mennyire jegyezte meg a szerszámoknak a részleteit, hogy kell összerakni és szétszedni azokat. A gyerekek nagyon szeretik, főként a fogócskát, amit lehetett látni, hogy egymást kell kergetni a lovon, lépésben, ügetésben vagy vágtában. Szeretik azt, hogyha foglalkozhatnak vele, simogathatják. Óra végén adunk rá mindig rá lehetőséget, hogy oda bújjanak, megszeretgessék őket. És ha módunkban áll, akkor megengedjük, hogy bevezessék őket az istálóba, és ezt nagyon szeretik. Örömmel hozzák befelé akár a sapkákat, a mellényeket, vagy akár a lovat vezetik, és még maradnának leszerszámozáshoz is, csak sajnos arra már nincs idejük, mert menni kell vissza az iskolába.